Hello, sziasztok srácok, itt vagyunk, egy kicsit rövidebb kis streammel a mai nap. De igazából van mit csinálnunk, mert esti content, megcsináltunk egy pár player picket, exchange-et, packeket, ilyeneket. De Áronnál elméletileg van, vagy lesz Food Champs Reward, úgyhogy Áron, hogyha szeretnéd, akkor még itt hét előtt meg tudjuk nézni, hogyha szeretnéd. Hogyha leírod a nevedet meg, hogyha most szeretnéd, akkor most megnézhetjük. Még pont rá van elég idő, de szerintem nem lesik elírni a nevedet, hanem csak hogyha elindítod a streamedet, ami már megy is, akkor már itt is vagyok. És akkor kezdünk ezzel. Áronnál van 11 win-es reward. Úgyhogy ezzel bekezdjük itt a mai streamet. Sziasztok srácok, hogy vagytok? Nézitek-e a magyar meccset? Mert 22 perc alatt 3-0-ra vezetünk. Úgyhogy ez már kicsit jobban néz ki, mint az írek elleni mérkőzés. Amúgy ezekből az európekekből is jöhetne valami, bár mondjuk srácok, én nem tudom, hogy ti milyen pekeket nyittok, meg milyeneket nem. De annyi mindenkit látok, hogy ezt nyitott, azt nyitottam, azt nyitott. Ezt mindjárt mondom tovább. Miért? Léci valami nagyot, valami jót, valami nagyot, mert az nem az. Úristen! Áron! Legjobb védő. Legjobb védőd megvan. Kész. Vége. Kész. Ez Áronnak a VL rewardja volt, srácok. Ez Áronnak a VL Food Champs rewardja 11 winből. 11 winből. Csak úgy hozzátenném. Wow! Egy hatalmas GG-t Áronnak a chatre, srácok. Oké. Most néztem igazából végig megint Edemet, hogy igazából 20 meccset egy húzamba lejátszott. És hát Áron, a te 11 win-es rewardod már most így jobb volt, mint a 19-1-es rewardja Adamnek. Úgyhogy... Wow. Ugye a VL reward volt, igen. Nem az enyém, sajnos. Mert én a mai nap még csak... Hát lejátszottam egy Rivals meccset, nyertem a mai nap. Meg lejátszottam egy pár cup meccset, de az is ilyen szenvedés volt. Miatt piros Koulibaly az elsőből, amire azt mondtam, hogy borzalmas, mert nem volt benne semmi értelmes, Lewandowski nem rossz. A másodikban meg volt egy Fandai, piros Fandai. Piros Fandai. Van ilyen top eurós pack is. Na, de visszatérve arra, amit elkezdtem mondani, hogy én nem tudom, hogy az emberek miket nyitnak, vagy miből nyitogatják a ilyen új lapokat, amiket tegnap érkeztek, mert annyi mindenkit láttam Discordon is, meg mindenhol, mindenki nyit mindenkit. És nézd meg! Amúgy, az a Álvarez lesz. De... tegnap óta nyitottunk streambe egy Oblakot, nyitottunk egy Zalewskit. Streamen kívül még megcsináltam annyi exchange-et, meg annyi player picket, hogy nem tudom, hogy mennyit igazából. Egy duplikét Zalewski jött belőle. Még az a Jokic, vagy hogy hívják, se, Szalai se, semmi. Az emberek megnyitogatják a duplikét ikonokat, meg a jobbnál jobb hírókat, meg ilyeneket. Meg a Szakákat, meg Bentancúrokat, meg ilyenek. Az Adams amúgy nagyon jó. Meg nyilván a Vidic is, de az Adams-et is érdemes kipróbálni, mert ma most néztem nemrég egyik angol streamer barátomat, hogy játszott és right-backbe használta amúgy. És jó volt ott is, meg igazából a Kafu helyett, a golászó Kafu helyett használta. Ma majdnem Áronnál 2 Fandáikot nyitottunk, csak 2 különböző Fandáikot. És amúgy dupla 89 pluszos játékos, nice. Nagyon jó. Áron, még egy picit, még van 3 percünk, hogyha így meg szeretnéd mutatni és beszeretnéd rakni a csapatodba, hogy megmutassuk az embereknek, hogy mit is nyitottunk, aki most csatlakozott volna, akkor azt megvárjuk, hogy berakd a csapatodba. Például. Azóta nem jött promó, de tegnap kinyitott egy Davis-t. Mondom, én egy Oblakot, meg 2 darab Zalewskit nyitottam, semmi más. Patesz, figyelj. Most figyelj. Ez Áronnak a 11 win-es Foot Champs rewardja. Sziasztok, srácok! Nézzétek el a magyar meccset. Ha igen, mert mondjuk majd nyilván jövő héten lesz a nagy dolgok, az EB meg ilyenek. Hát Áron, köszi szépen, hogy megnézhettük. És hát jó játékot azzal a Fandaikkal. Jó játékot azzal a lappal. Sziasztok, srácok, sziasztok, sziasztok. Jók vagyunk nagyon. Hát az a baj, igen, hogy a írek ellen hát az írek ellen sem voltunk rosszak, csak utána a végén azt kikaptunk. Ahogy láttam, annyira nem néztem azt a meccset, meg ez se annyira nagyon. De hát az, hogy 22 perc alatt 3-0-ra vezetésre álltunk, az eléggé jó. Neked még eurós lapot se dob? Nekem se. Tegnap óta streamben nyitottunk Oblakot meg Zalewskit, tegnap óta stream utántól a mai streamig csináltam végtelen mennyiségű exchange-eket, pikkeket meg mindent, és egy duplikét Zalewski jött csak. Jó, nyilván jött még egy pár ilyen walkout gold lap, ilyen. Most is azt hiszem van egy testégenünk, amit bele tudunk rakni exchange-be. Nyitottam Poppot, Griezmann-t, ilyeneket, de hát azok nem eurós, meg ilyen lapok. Rice meg Di Maria piros jött, euróból, pikből meg Suker. Hát a piros pik talán lehetett volna jobb, de amúgy nem rossz, amúgy nem rossz. Azok a lapok az elődök... Mit csinál? Ja, az evózni melyiket éri meg? Szerintem a leginkább a Richarlisont, meg szerintem a legjobban az Odyssey-t éri meg. Meg amúgy a másikból talán a Richarlisont. De amúgy a 7 vagy hány darab labból meg tudsz csinálni 4-et, úgyhogy igazából meg tudsz csinálni többet. Sziasztok, srácok, köszi a követéseket is, és igen, valószínűleg, hogy kapunk egy Drogba SBC-t is a mai nap. Meg szerintem izét kapunk ma. Gomezt. Vagy még az Enzo Fernandez sajnos nem jön. De én mintha azt láttam volna, hogy a Araujo is SBC lesz. De azt majd meglátjuk, azt majd meglátjuk. Meg arra is kíváncsi vagyok, hogy milyen upgrade jött a mai nap. Milyen upgrade jött a mai nap esetleg. Ja, ide nem jött semmi, hogyha jól látom. Hát az Oblakot amúgy kipróbáltam a cseh helyet, és amúgy az Oblak nem rossz. Fizetős evó nincs. Új, de van egy nem fizetős evó, amiben 84-es ratingű lapot rakhatsz bele maximum, és 9 upgrade-et kap. 10 darab shooting. Hoppá. A Félixet nem tudom belerakni, akkor minek van itt? Akkor minek van itt? De szerintem nekem nincs is olyan lapom, akit úgy érdemes lenne belerakni, ugye? Hát ja. Nem tudom, hogy ide esetleg kit érdemes belerakni, meg miket ad pontosan, ugye ez az egész. De ez se a legjobbja. A dead ball, pinged pass, first touch. Nem tudom, hogy ide kitért lenne érdemes. 94 shooting, de ez se olyan valami extra. De ingyen van ez is, szóval igazából meg lehet csinálni majd, hogyha találunk valamit. Lehet, hogy van megint 10 meg 30 coin-os packünk, de majd mindjárt megnézzük, mert van 2 duplikétem. Kilenc SBC csak. Amúgy. De az a kártya, az tetszik. Így a kártya dizájnja is tetszik, meg a Dynamic Image is amúgy. Mennyi különbség van e között a lap között? 99 finishing, 98 shot power. Mennyi különbség van e között a lap között, meg a golászó között amúgy? Mert amúgy akinek a golászó megvan, lehet, hogy annak annyira nem kell ezt megcsinálni, de amúgy olcsó. Ahhoz képest nem rossz. Egyáltalán az ára sem. Meg kell nézni, mennyi különbség van a kettő között. Az a szokásos dolgok, ugye? Na mi jött ma? Új dolog. Oh. Wow. 85×5? Na, upgrade-elődik itt az upgrade-elődés. Megyünk fölfelé. Oh. Oké. Okay. Szóval megint kaptunk egy játékos, meg 2 showdownt megint. Pú, te mi ez a lap? Atyaig. Jézusom, 4-4-6-2, right back-et tud játszani, fullos pace. Passing fantasztikus, dribbling fantasztikus, fizika nagyon jó, defending fantasztikus, playstyle-ok elég jók. Wow. 7 darab SBC, ez kicsit aggaszt. Hát igen. De hát mondjuk az angolok a tegnapi meccs alapján a Izland ellen, meg ilyenek ellen, hogy a... Ugye én azt akartam, hogy az angolok nyerjék meg az EB-t, de nem fogják. Nem fogják amúgy, mert ameddig Southgate a menedzserük, addig még lehet, hogy a csoportból is nehezen fognak továbbjutni. Már mondjuk nem fognak nehezen onnan továbbjutni, de értitek, mit mondok. Egy SBC kell amúgy ebben. Zubi Mendi, mindjárt megnézzük. 84-es csapata Vlasic, az is megéri amúgy. Zubimendi... Jól néz ki. Egy csapat. Ó, persze. Mind a kettő megéri. Persze. Annyi ér, amennyibe kerül. Persze. Egyértelmű. Azt nem mondom, hogy olyan... De amúgy jónak is jó. Ez a lap. Sőt, így, hogy a heading accuracy-ja leveszi a defending face statot amúgy. Egy picit. Meg 97 interception, 96 standing tackle, meg ilyenek. Nem rossz egyáltalán. Hát akkor srácok, igazából... körülbelül valószínűleg, hogy ennyi jött úgy nagyjából. Ezt a kettőt kell még megnézni, hogy mi ez. 83-85, de ez ugye... Hát vagy egyszer lehet megcsinálni, ahogy látom, vagy vissza fognak jönni. Ebből lehet napi 3-at megcsinálni. 85×5. És kell bele Team of the Week, vagy Team of the Season, akkor srácok kell csinálnunk. Kell csinálnunk szerintem Team of the Week pick-eket megint minden nap 3-at. Kelleni fog. Jöttek új lapok is, igen. Akkor azt most lehet, hogy igazából úgy kéne megnéznem, hogy full GG, hogyha lehetséges. De kik a legjobbak? Mindjárt megnézzük az új lapokat is. De ebbe kik lehetnének a legjobbak? Bár mondjuk nem tölt most be, mert ilyenkor 7 órakor mindig izé van. Ilyenkor 7 órakor mindig problémások a dolgok. De vannak jó választási lehetőségek valószínűleg, csak ki tudja, hogy neked ki van meg, vagy ki nincs. Körülbelül. Hopp, betölt úgy nagyjából a dolog. Biztos, hogy jó ez az evolúció, de most így nekem olyan lapom nincs, aki úgy nagyon jó lenne. Hát akkor kezdjünk ott, hogy ez 2 oldalnyi, vagy 2 sornyi új lap érkezett. Jött a Gomez, jött a Vlasic, jött az Obimendi, jött a Drogba. Jött egy Petit lap. 4-4-jel. És tud leftbacket CM-et játszani, hát leftbackben annyira nem fogod használni ezt a lapot, de ugye ez a lap is biztos, hogy fog kettőt fejlődni. Bruno Guimarães. 95-ös Bruno Guimarães. 4-4 ő is amúgy. Ez a lap is, nem mondja nekem azt senki, hogy ez a lap nem fog fejlődni. Már most undorító ez a lap. Már most undorító ez a lap. Én kíváncsi leszek az Enzóra, hogyha jön SBC-be, vagy Araujo is elméletileg SBC lesz. Dani Olmo. Mindenki 4-4. Miért mindenki 4-4? 98 dribbling. Haló? Az komoly. De... hát nem tudom, mennyire lesznek ezek drágák, ezek a lapok. Hernández. Mexikó nem tudom, hogy milyen lesz, de 5-5. Az mondjuk extra, hogy 5-5. 5-5-tel a Hernández. Hinkapi. Nem tudom, hogy minek kellett ezután is ezt behozni. Meg hogy... CBS-hez képest a dribbling eszméletlen. Passingja nagyon jó. Hát ez a három, meg erről nem beszélünk. Nem kell beszélni arról valószínűleg. Fülkrug, sok pénz. Oh. 80 pénzről 92? Az gyönyörű. Ez is egy nyilván ilyen magas tankember lesz valószínűleg, 6-2 magas. Éri áll a finesszel, 5 weak futtal. De jó az. Vlahovic. 95, 98, 94, 93. 5 weak foot. Még a rosszabb lapok is jók. Ő kicsoda? Dan Endoye. Hát ez is egy ilyen Adajam is szerű lap, ugye? 4-4, futni tud, dribblingje jó, a többi meg olyan jó, de átlagos. Ez mi? 45 interception, a többi meg 70. Haló? Lassit... ki? Lassiter? Ide szavaztam. Hol? Hol? Drogba drága? Azt is össze tudjuk hasonlítani, de 700 000 coin. Annyira nem. Hol szavaztam ki, de mikor? Spanyolok nyernek. Nehéz amúgy, mert a horvátok azok mindig odarakják magukat ilyen eseményeknél. 1-1-2-1-1-2-1. Hát amúgy, akinek megvan a golászó Drogba, annak talán nem szükséges megcsinálni amúgy, de nyilván egy upgrade a golászóra. Ja, ilyen politikai, ja, már azt hittem, hogy itt már IFC-be lehet valakire szavazni. Ilyen dolgokról nagyon nem szoktunk beszélgetni a csatornán. Jött még egy Koeman, és ő is ugye Barcelona past and present. És hát ez a Koeman, ez mindig eszméletlen lap. Mármint így, hogy minden tudó lap. Amúgy. Úgyhogy nagyjából szerintem ennyi érkezett a mai nap. A SBC-ket meg ilyen upgrade-eket mindenféleképpen megcsináljuk még. Áron. Ki kell nekünk? Mi kell nekünk? Van Team of the Season lapunk, akit bele tudunk még rakni amúgy, vagy kell csinálni 3 darab Team of the Weekend. Vagy kell nekem amúgy ilyen Stanway, Bacsa meg ilyenek? Már mondjuk ezeket a lapokat meg jó lenne megcsinálni, vagy belerakni inkább izébe amúgy. Majd a... Enzo Fernandezbe, mert azt meg szeretném csinálni ezt a lapon. Mindegy, egyet most megcsinálunk ebből. Belerakjuk a... Nem is tudom, hogy itt kéne belerakni amúgy. A pályavarság... Nem, minden lapot ki fogunk amúgy tisztítani majd, ha bejön a izé. Rakjuk bele ezt MV-t, nem tudom. Rakjuk bele a Stanway-t, és akkor a másik kettőt meg csinálni fogunk szerintem valószínűleg Team of the Week upgrade-ekből. Team of the Week, igen. Ez így megvan. A lákkot, hát ja, eléggé le van húzva. Mert én, ja, és senki is. Hát mondjuk mindenki nyit mindent, de... Ja, háromból a legjobb a 8-8-as, az gyönyörű. Az gyönyörű. Na nézzük az enyémeket akkor. Nézzük az enyémeket. Ah, olyan meleg van srácok, hogy hihetetlen. Ezért sincsen amúgy, ezért sem volt ma annyira a stream, mert... olyan meleg van, hogy hihetetlen. Még egy walkout. Az szép. Azt a mindenit. Wow. Wow, wow, wow. Ebbe kell Team of the Week? Vagy Team of the Season? Kell. De miért kell? Miért kell? Miért kell mindenbe Team of the Week, vagy Team of the Season? Tudod mit? Majd csinálok ilyen Team of the Week picket majd streamen kívül most. Belerakjuk az ilyen lapjainkat, azt majd az Enzo Fernandez meg megcsináljuk valahogy. Ki nem kell még nekünk, srácunk? Nem kell nekem a Pajor se, Bacsa se, Debinja se, Gudmundsson se, Barella se. Tudom, hogy ez így nem éri meg amúgy, mert, de amúgy nem fogom használni soha az életembe ezeket a lapokat. Semmi se jött? Ja, igen. És egy-kettő embernél meg azt láttam, hogy mindent kinyitnak. És nem tudom, hogy miket nyitnak azok az emberek. Nem tudom, hogy azok az emberek miket nyitnak. Amúgy az 86-os csapat volt, de mindegy, lényegtelen. Lényegtelen srácok, hogy ez 86-os csapatot tettünk bele egy 85-ös SBC-be. Jó van ez. Promólapot még nem láttam? De én is igazából csak hármat, ami kettő volt, mert az egyik duplikén. Az egyik egy kapus. Mondjuk a Oblak nem rossz. Annyira. Nem, ma próbálgattam egy kicsit, és amúgy nem volt rossz. Hát 83-as játékosunkból amúgy sok van, úgyhogy ilyen Team of the Week pickeket lehetne sokat csinálni amúgy. Meg akkor most egy hétig kellene is fog minden nap 3 darab. Mi van, a magyarok lesérülnek itt az utolsó meccsen mindenki? Meghal, vagy mi lesz? Mert már Styles, hogy kit vagy kit? Nem Styles? Lehet, hogy nem Styles-t cseréltek le, de most már megint valaki... Jó, most Szoboszlai fekszik a földön? Az gyönyörű. Az gyönyörű lesz. A Szoboszlai... fekszik a földön. Igen, ezekről, és Rajmi, nem tudom, láttam azokat, hogy te olyanokat nyitottál, de miből nyitottad, és mennyiből? Miből és mennyiből nyitottál? Szoboszlait lecserélték, de hát ez nem azt jelenti, hogy lesérült. Meg nem is hallgatom a meccsen. Miből nyitottad azokat a... 1, 2, 3, 4 lapot, és mennyi dologból? Miből és mennyiből? Lucy Bronze. Egy walkout. Ádám Martin, nagy ember bejött, megérkezett. Minden player pickből 150 darabból, ja. Aha. Ja. Én is csináltam egy jó párat így tegnap óta, azt igazából... Egy darab Zalewski jött belőle. Egy darab Zalewski jött. Összesen. Semmi más. Következő áldozatunk nem lesz más, mint Pajor. Meg Debinja. Vagy Gudmundsson. Ja, de ebből nem 83-as ratingű csapat kell, várjál. Ja, de ez így is jó. Mert a Gudmundsson felhúzza a ratinget. De amúgy ezért belerakjuk még a társéget, majd belerakjuk egy exchange-be, és amúgy csinál még egy jó pár player picket, meg ilyeneket. Következő 85x5. Igen, Adams az jó lap, igen. Ma néztem valakit, aki right back-be használta, és 19-1-et ment Szalai portugál. Ja, de az idén Bernardo Silva, de mögöttem van valaki. Szalait akarok, senki más nem akarok, csak a Szalai. Szalai Attilát. Én nem tudom, mi csinálok ezzel az emberrel, hogyha még egyszer kinyitom. 4 darab, srácok, 4 darab EB-s lapot nyitottam, vagy fesztiválos futós embert nyitottam idáig, 4-et. És ebből 2 féle volt, mert 3 darab Zalewski jött, 3 darab Zalewski. De mindegyik walkout, amúgy várjál, most látom. Összes lap walkout. Ha még egyszer kinyitom azt az embert, akkor nem tudom, mi csinálok vele. Zalewski. Ki az a Zalewski? És miért? Legalább nekem jött ilyen, nem? Hát igen, csak... 4-et nyitottunk, és 2 az így ment exchange-be valószínűleg. Ha még egyszer kinyitjuk az Zalewskit, akkor megkeresem azt az ember. Megkeresem, és... Hát... Rossz dolgokat csinálok vele. Na jó, ezt nem mondtam ki. Ezt inkább nem mondtam ki, ezt a mondatot. Nem. 84-10, nem hiszem. Nem hinném. Megnézem, amit írtál. Dani Olmo, milyen chemistry slide tegyél? Hát a dribblingje meg a... Hát igazából... Dribblingéhez nem kell hozzányúlni. Nem is tudom. Most így hirtelen. Milyen izéje van? Milyen statjai? Most így nem is tudom, milyen statjai vannak. Dani Olmo. Hát a fizikáján nem tudsz mit csinálni, mondanák mondjuk egy hókot meg ilyeneket, de dobjál rá egy Huntert, az kész. Mert azon a fizikán nagyon sok mindent nem tudsz boostolni. A passingja meg a dribblingja meg már majdnem amúgy is tökéletes. Ugye vagy egy hókot, vagy egy Huntert igazából, én azt raknék rá. Én azt raknák rá igazából. Nem tudom, hogy kik voltak amúgy a duplicating. És ez majd melyik platformon lehet majd látni, hogy én megkeresem és rossz dolgokat csinálok a... Zalewskivel? De várjál előbb, de gondolom, de azért meg kell nézni. 2022, jó. Még mielőtt itt ilyen Jamal szintekre lépünk életkorba, azelőtt meg kellett nézni ezeket a dolgokat. Még mielőtt rossz dolgokat mondok. Hát az még majd addig eldől. Most így hirtelen nem tudom. Hogy az milyen platformon lehet azt majd látni, de... az majd addig még eldől. YouTube. Ja, meg kimondta, itt rossz dolgokra gondoltok, srácok. Most mit kell egyből rossz dolgokra gondolni? Bár mondjuk lehet, hogy azt mondom, hogy rossz dolgokat csinálok az Zalewskivel, akkor lehet, hogy... ja. Ja, mindegy, ezt én rontottam el. Endoje. 3 promó. Tessék, Áron. Hogy mondod? Hogy mi? Ez nem biztos, hogy jól láttam, amit leírtál. Leírnád még egyszer? Vagy 3 promó, egy... vagy 3 darab 85×5-ben? Gulácsi megfogja a labdát. Gulácsi. Na, nézzük akkor, ki lesz a következő áldozatunk, srácok. Következő áldozat... Pajor, Debinja, Barella. Menjen Pajor. Pici Kepa, kétszeres bajnokok ligája győztes Kepa Arrizabalaga egyből. Ő hozza majd nekünk a szerencsét. Kétszeres BL győztes Kepa. Mi történik a képernyőn a M4 sporton? Mert a fele forma, egy fele meg izé, magyar meccs. Vagy mi történik? Most már eltűnt. És hirtelen a fele izé volt. Fele elkezdődött a Forma 1 itt a tetejénél. A teteje Forma 1 volt az M4-nek. Na, további a streamet, Áron, további jó estét, délutánt, akármit. Köszi szépen a rewardodat, hogy megnézhettük meg, hát azt a VVD-t, azt... hát sok jó meccset vele. Ott a következő Casemiro, mögötte pedig Szalai. Srácok, ötödik Path to Glory lapunk, ötödik. És eddig csak 2-t nyitottunk. Ötödik labda kétféle. Mit csinálunk azzal az Oblakkal? Az Oblakot nincsen szívem belerakni egy exchange-ben. Mit csinálunk az Oblakkal? Ja, a Forma 1, ja, majd. Hát mondjuk lehet, hogy most van, vagy már vége van, vagy mikor van a harmadik szabad edzés? Nem tudom, mit kéne, mert ezeket a Zubi Mendikbe, meg ilyenekbe is izét, bár mondjuk, ja de az nem, de ebbe is Team of the Season, vagy Team of the Week. Nem, őszintén megmondom, srácok, hogy nem tudom, hogy mit kéne csinálni. Nem tudom, mit csináljak azzal a... Tudod, mit fogok csinálni az Oblakkal? Csak jutassátok eszembe. Hogy van. Elquixelezni. És visszahozni majd, hogy az Enzo Fernandez bejön. Ezt fogom csinálni, mert nincsen szívem belerakni... nincsen szívem belerakni egy 89-es exchange-ben. Red Bull, hát akkor remélhetőleg, hogy úgy is marad Tudom, hogy ezt nem így kéne, nem kéne ilyeneket kívánni egy csapatnak. De az a baj, hogyha Red Bull nincs, akkor jó a verseny, meg jó a hétvégén. A harmadik szabadedzés már volt, vagy most van, vagy mi volt? Vagy mikor lesz, mi volt, ha volt? Müller? Hát a németeknek meg kell nyerniük azt a meccset valószínűleg. Hát csinálunk egy pár ilyen exchange-et is, hát ha abból jönne esetleg valami. Ami nem duplikét. Például. Most megint azt csinálom jelenleg, majd lehet, hogyha bejön az Enzo Fernandez, akkor már bele fogok rakni a 88-89-es lapokat is SBC-be. De jelenleg is azt csinálom, hogy az összes 89-es és 88-es lapomat exchange-be rakom bele, hogy még több player picket csináljunk, de mondjuk feleslegesen, de mindegy. Hamilton az első. Tényleg. Az érdekes mondjuk. Este 10-kor lesz az izé, ugye? Időmérő. De srácok, még csinálunk egy pár ilyen exchange-et, meg player picket. Aztán a mai stream szerintem ez ilyen kis rövidecske streamecske volt. De kell csinálnunk mindenféleképpen minden nap minimum 3 darab Team of the Week picket a mai naptól kezdve. Meg valószínűleg, hogy minden nap ezeket a 85-szörötöket meg ilyeneket kinyitjuk. És még egyetlen egy darab lap kell nekem, aki 20 000 coin igazából, vagy maximum 30, pontosan nem tudom. Egy Szalai Attila, és az Oblakot, meg a Zalewskit kinyitottuk már 2-szer, meg 3-szor. A Szalai Attila meg sehol. Meg nyilván örülnék ilyen Pedriknek, meg De Jongoknak is, de ha egy Szalai Attilát nem tudunk kinyitni, akkor Pedrit meg De Jongot nem is fogjuk. Úgyhogy ja. Russell meg második? Na. Érdekes, érdekes. Alakulnak ott a dolgok akkor, mert... Hát eddig nem tudom, hogy ez meddig lesz így, hogy a mercik ott vannak. De ugye eddig csak Red Bull, McLaren, Ferrari harc volt. És meglátjuk akkor. És most van eső esetleg, vagy lesz eső a mai nap, vagy holnap, ha valaki tudja. Ha valaki tudja, hogy alakul az időjárás. Hát ez még szabad edzés, úgyhogy annyira nem kell nagyon így túl gondolni most a dolgokat szerintem. Cooling break van a magyar meccsen, és még mindig 3-0. Ó, azt a Traorét meg nem raktam bele. Traorét nem raktam bele. Player pickben. Verstappen erős volt, de nem tudta előzni, megelezni elméleten. Az amúgy jó. Az amúgy jó, hogyha... Bár mondjuk mindig az szokott lenni, hogy Verstappen meg ilyen olyan versenyzők, hogy majd az időmérő. Úgyhogy ezért is... Például nekem a szabad edzések olyanok, mint egy felkészülési barátságos meccs a fociban. Hogy annyira számít, sokat számít, de majd amikor számít sok minden, na majd akkor majd eldől igazán, hogy mi is lesz a végkimenete. Úgyhogy... Ja. Ja, én is azt mondom, Pataszja. Hogy a Red Bull az még... Majd idén mérem. Úgy gondolkoztam most egy izén. Egy napi YouTube sorozaton, srácok. Amit minden nap lehetne csinálni. És felrakni. Csak elég sok munka lenne vele, és lehet, hogy így nem is érné meg azt a sok munkát. De majd, hogyha lesz sok időm, akkor lehet, hogy lesz valami. Mondjuk az is egy olyan dolog lenne, hogy valakit érdekelne, meg valakit nem. Úgyhogy hirtelen nem akarom elmondani, hogy mi lenne az. De... amúgy szerintem nem lenne olyan rossz. De majd látom, hogy lesz-e belőle valami, vagy megint csak ilyen gondolatok, és utána meg nem sok minden. Ezeket bele kéne rakni. A Trippét már lehet bele kéne inkább rakni izébe. Team of the Week Player Pickben. Hogyha úgy is kell minden nap sok, akkor már kezdjük el most csinálgatásokat. Ugye YouTube-ra srácok, akik nem lenne feliratkozó YouTube-ra, azok iratkozzanak fel, légy szíves, hogyha szeretnétek igazából, mert kéne oda is sok mindent csinálni, és amúgy lenne is sok lehetőség, meg sok minden, csak így most így néha így hirtelen belegondolni, hogy mit is kéne, hogy is kéne, merre is kéne. Ugye elkezdeni nehezebb a dolgokat, de... de lesznek kontentek ott is. Beleraktam a Trippét, ugye? Remélem. Ki volt még? Arnautovic, Montiel, Tresor. Meg amúgy nálam például azért nem lesznek nagyon ilyen EB meccsnézős streamek meg ilyenek. Mert amúgy gondolkoztam rajta, csak én valamiért úgy vagyok beállítva, srácok, és nem tudom, hogy miért. Hogyha én nézek egy meccset, akkor én nézem a meccset. És annyi. Csöndbe, szépen magamnak nézem a meccset. Hogyha viszont streambe néznénk közösen a meccset, az úgy meg én nem tudnék olyan szórakoztató lenni valószínűleg. És... nekem viszont, hogyha így streambe közösen néznénk a meccseket, az valószínűleg, hogy nekem olyan izé lenne, hogy még kéne még más, ami engem leköt. És tudunk csinálni mást. És azt úgy meg nem nagyon szeretném, hogy meccsek közben, mit tudom én, fifázunk, vagy IFC-zünk, közben nézzük a meccseket, mert akkor én inkább nézem magamnak a meccset, azt jó napot kívánok. Hoppá, Sandra Panyosz, az viszont nem rossz. De biztos vagyok benne, hogy lesz egy pár ember, streamer, contentgyártó kollega, aki nyomni fogja az EB-s streameket. De nem tudom, mit gondoltak róla, srácok, erről a... mert régen, de most valamikor, amikor még BL meccseket a Barcelonával, akkor megpróbáltuk egy fél időre De akkor is én rájöttem arra például, hogy az ilyen közös meccsnézés is nekem olyan, mint a izé volt. Például a menedzser karriermód az IFC-be, hogy úgy annyira az nem én vagyok. Szalai jött a pickben? Nekem is jöhetne. Mert igazából 20-30 ezer coin és nem láttam még sehol. Meg már kinyitottunk 3 Zalewskit, meg 2 Oblakot, de Szalai Attila még sehol nem volt. Meg senki más. Pedig annyi más lehetőségünk lett volna, amúgy. Annyi más lehetőségünk van nyitni kisebb játékosokat is. De Oblak meg Zalewski ez csak 5-ször. Három és fél tizedre nyert? Na, az nem rossz tényleg. Hát kíváncsi vagyok nagyon tényleg az ére majd a időmérő. Ott az időmérőn majd jobban eldőlnek majd a dolgok. De az úgy nem rossz jelen. De már vége van? Nacho meg Christensen, amúgy Christensent megcsináltam. És amúgy elég jó. Amúgy elég jó. Ki volt az a Nacho valaki? Az hol van? Hol van? Jaj, ott van. Nacho Vidal. Arda Güler. Pici Arda Güler. Nyolcvanadik perc van. Embok Bremer társai. És még van 3 darab, az mind a 3 izé? 51-es? Vagy nem? De mind a 3 51-es. Na ebből szeretnék valamit látni, de nem fogok. Nem fogok. És csak egy Botman lesz, de jó. De nagyon jó. 11 duplikét. Mindegy, ezekből egy párból megcsinálunk, befejezzük a Team of the Week Player Picket a holnapi napra már. Többit meg ugyanúgy belerakjuk Player Pickbe, de azt ugye remélem látjátok srácok, hogy most jelenleg olyan sok minden nincs, amiben rare lapokat bele lehet rakni. És csak rare duplikétjeink vannak, mert azokból elég, hogyha egyet beleraksz egy Player Pickbe vagy valamibe. Kommonokból meg bele kell rakni, vagy 7-et, vagy mennyi. Úgyhogy... nagyon jó. Ott van az egy csatornapontod? Ez az a baj, hogy a csatornapontokat is amúgy lehetne változtatni, meg berakni másokat, meg ilyeneken. Mert igazából olyan sok mindent nem tudtak belekezdeni a csatornapontokkal. Igazából valamit azokkal is lehetne csinálni. Na, első Team of the Week-ünk megvan. Amiből jön egy Milinkovic Savic 88. Igazából az is jó, hogy a minél nagyobb ratingű a Team of the Week-ünk nyilván. Ugye egy 85-ös csapatba kell most beleraknunk akkor a mindennapi upgrade-ünket. Úgyhogy az nem rossz, hogyha minél nagyobb a rating-e. Azért minden nap megcsinálni egy 85-ös csapatot 3-szor azért. Nem mondom, hogy nem lehet megcsinálni, de azért ugye érdekes lesz majd. Leimer, de várjál! A Leimernek nem volt leakelve lapja, hogy jönni fog, vagy rosszul tudom. Akkor az is SBC lesz. Meg izét is láttam Pickfordon. Ezekkel a lapokkal mi van? Azt tudom, hogy a Enzo Fernandez meg a Araujo elméletileg SBC lesz. De még volt Pickford, Limer. Ki volt még? Még valaki volt. Valószínűleg. De nem akar player... Rajmi, hogy nyitottál te ebből izét? Annyi lapot. Hogy? Azt mondd meg nekem, hogy hogy. Ható. Ő azért fiatal gyerek, jaja. Ő az. Csináltál webapon és kinyitottad. Akkor ez az a probléma, várjál. Ez az a probléma, hogy én játékon belül nyitom és nem webapon. Lehet, hogy a webapon nagyobb a lak. Savitzer Exchange-be. Jól van. Oké. Okay. Jött valami nekem? Igen. Jött. 5 darab... Festival of Food Path to Glory lapot nyitottunk idáig, 5-öt. És... mind az 5 Oblak és Zalewski volt. Ja. Ja. Még egy Szalai Attila se, aki 20 000 coin vagy mennyi. Kéne meg nekünk 85-ös játékos egyre. Sourburn. Hát jó, nem jött, ja. Bár mondjuk az Oblak nem rossz. De nyilván van csehünk, meg ilyenünk, olyanunk. De nyilván hát olyan nagy, fantasztikus, nagy, hatalmas játékos nem. De amúgy Oblak. Amúgy jó lap az Oblak. Tökre jó kislap az Oblak, mert volt a mai nap játszottam egy pár meccset, és az én csapatomban is, meg az ellenfél csapatában is amúgy voltak nekik elég hatalmas nagy védéseik. Ez így nem lesz elég, ugye? Nem már. Akkor belerakunk egy-kettő ilyen 83-as rétingű, 82-es rétingű lapockát. Hát, ha elég lesz, jó. És akkor megvan 2 darab Team of the Week pickünk. Még kelleni fog holnapra egy, de... Hello. 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 Hello, szia. Haaland. Team of the Week. Még nem tudom, mit fogok vele csinálni, meg ilyenek. De hát ilyet még nem láttam nagyon. Ilyet még nem nagyon láttam. Mondhatjuk azt, hogy akkor a új promóta, akkor a Team of the Week Haaland a legnagyobb nyitásunk? Mondjuk ezt ki, így hangosan? Hogy az a legnagyobb, legjobb nyitás? Undav? Jó, az alap jól néz ki. 97 shootinggal meg ilyenekkel. Nedved és Skriniar. Oké. Okay. nagyon aranyos kis nyitások. Köszönjük szépen a lehetőséget. Nem izé amúgy egyáltalán, hogy én Oblakot meg Zalewskit nyitottam még csak. Egyáltalán nem zavaró. Hogy Path to Glory promó alatt egy Team of the Week player pickből jött a legjobb nyitásunk idáig. Egy special se jött, akkor nem vagyok egyedül. Bár mondjuk nekem jött, csak duplikálták folyamatosan. Rajmi... Hát a te pikjeidre valószínűleg, hogy leszek, igen. A te pikjeidre kivételesen, mivel Bentancúrokat meg ilyeneket nyitottál, de... Mondjuk valószínűleg, hogy most megyek, hogyha most megyek majd Discordra, akkor most valószínűleg, hogy nem fogsz nyitni semmit, de ne így legyen. De... megnézhetjük majd el. Ezek mennek valamiben, nem hiszem. Szólsz? Ja, már lehet, hogy amúgy nekem is majd ki kell lépnem majd a játékból, meg ilyenek, mert még mindig a gépen, még mindig nem a legjobb állapotaiban vannak, úgyhogy majd... Ja. Majd valahogy megoldjuk. A Exchange-ből nem jött semmi, srácok. Most meg már csak maradtunk a player pickeknél, meg ilyeneknél a mai napra. Nagyon meleg van. Nagyon. Hát én már örülnék akárkinek, aki nem lenne duplikét most jelenleg. Nyissunk akárki, csak ne legyen duplikét. Most megpróbálok akkor úgy belerakni player pickekbe dolgokat, hogy... Ja, hogy egy... Ja, jó. Egy darab duplikétet raktam bele csak. De ilyen 82-es, 83-as lapok jönnek csak, semmi más. Két napja... semmi nem jön. Hogy? Én nagyon szeretem, imádom ezt a grindot, meg ezt a... pekkek-pikkek csinálását. Csak hát annyira nem... jön semmi. Mert igazából... Szerintem egy Zalewskit nyitottam a exchange-ekből, meg a player pickekből. A többi az ilyen este 7 órás upgrade-ek voltak, meg ilyenek. Ugye ebből a grindból egy Zalewski jött még csak az 5 darab. Jó, az... jó, oké. Felolvasom, mert YouTube-ra, ha felkerül ez a vad és valaki visszanézi, akkor nem fogja tudni, miről van szó. Valaki a chatbe beírta azt, hogy Exchange-ből, 87-es Exchange-ből Rivaldót nyitott. Ja. Én meg Bruno Fernandez. Aki igazából jó, mert mehet bele még egy exchange-be, hogyha úgy van. És valószínűleg, hogy a magyarok az első 22 perccel be is fejezték a meccset. Mert... hát vége lesz mindjárt a mérkőzésnek. Drogbát nem hiszem, hogy ki fogom rakni, mert megvan a golászó lapja. És annál ilyen, nyilván annál is jobb. De ilyen egy-két statokkal csak. Úgyhogy nem hiszem, hogy ki fogom rakni, bár mondjuk sok mindenki fogja használni, és nagyon OP lesz. Az biztos. Az biztos. Úgyhogy sokat fogjuk valószínűleg látni, mert szerintem nem is olyan nagyon-nagyon drága. 6-700 ezer coin. Meg hogyha vannak foddereid, akkor meg még olcsóbb. Köszönöm szépen amúgy a követéseket mindenkinek, srácok, csak nincs alert, mert sok hülye ember mindig megtalál a follower botokkal. Köszi szépen mindenkinek a követéseket. De ugye a Drogba az nagyon jó lesz. Már most mondom neked, meg mindenkinek, aki azt kérdezi, hogy a Drogba megéri, a Drogba jó lesz, a Drogba ez, Drogba az, igen. Ja, vége a meccsnek. Vérge? Azt jól megmondtam. Vérge a meccsnek, srácok. Magyarország 3-0-ra nyer. 3-0-ra nyer. Én nem tudom, hogy ezek a... Kezdem érteni azt, hogy egyes streamereknél cseteken ilyen izéket nem lehet írogatni. Hogy ki mit nyitott, meg hogy ilyen... Ezt nyitottam, azt nyitottam, stb. Dolgok. Mert nem szól semmiről a chat, csak arról, hogy ki mit nyitott. És mondjuk kezdem megérteni, mert amúgy nem zavar engem. Nem zavar engem az, hogy ki mit nyit. Csak amikor én nem nyitok semmit, akkor zavar. Hogy mindenki kinyit mindenkit. Úgyhogy amúgy nem zavarna, hogyha amúgy lehetne is nyitni dolgokat. De úgyhogy nem jön semmi, úgy kicsit zavarom. Egy picit. És nem raktam bele a Pinedát. Ochoa. Még nem láttál promót? Hát eléggé nehéz nyitogatni őket, jel. Sziasztok, srácok, sziasztok, sziasztok, sziasztok. Hogy vagytok, mi a helyzet? Próbáljátok meg, nem az IFC-s... Amikor kérdezem tőletek, srácok, hogy meséljetek valamit, akkor próbáljátok meg ne azt leírni, hogy kiket nyitottatok, hanem... akár, ami ma történt veletek, srácok. Az is jobban érdekel, és kíváncsi vagyok rá, mint hogy valaki Vidicet meg... Szakát, meg Bentancurt, meg ilyenek ennyire. Srácok, mit ettetek a mai nap? Voltatok-e valahol a mai nap? Vagy mit csináltatok a mai nap? Nekem nagyon nem tetszik az UFL, nekem meg pont az ellenkezője amúgy. Nekem nagyon nagy pozitívum az egész. Nekem nagyon-nagyon nagy pozitívum az egész UEFA. De nyilván nem tökéletes még az egész, meg nyilván változtatniuk kell dolgokon. Mert béta. Meg azon is vannak, hogy minél több hibát kijavítsanak, meg minél jobb legyen a játék, de szerintem annak ellenére, hogy bétáról van szó, szerintem egy nagyon-nagyon nagy zseni pozitívum dolog. Feküdtél ilyen melegben? Hát amúgy sok minden nem lehet, az a baj. Sok mindent ilyen melegben nem lehet csinálni. Sőt, nagyon semmit nem lehet csinálni ilyen melegben, mert azért nem volt ma stream se. Mert én itt rohadtam. Csak. Olyan meleg van. Olyan meleg van tényleg. Mehetek? Akkor várjál már. Mindjárt. Mert lehet, hogy ki kell lépnem a játékból, és utána meg vissza. very, very cold. Palmer. Cold. Nem lehet belerakni semmilyen evolúcióból most, ugye? Mondjuk most nincs is olyan evolúció, amiben be lehetne. Vagy van? Mondjuk lehet, hogy van fizetés, nem? Ebben nem lehet belerakni, mi? Ebben be lehetne rakni, nem? Ez meg fizetés. Vagy ebbe se lehet belerakni? Ebbe se lehet belerakni. Szériában nem lehet belerakni. Ebbe se lehet belerakni. Nem lehet most belerakni semmiben. Cold Palmer. A Palmer jó. Nem, csak Palmer. És Palmert szeretjük. De úgy a játéknak, úgy most jelenleg nem jó. Rajminál megnézzünk 50 player pick-et, srácok. És Rajmi tegnap kinyitott mindent, úgyhogy nem tudom, hogy most folytatódik-e a luck-ja, vagy most ennyi volt a luck. De... itt vagyunk, és látjátok is. Hát igen, ott van a... Depol, a Ballák, a Bentancur, a Szabitzer és hasonló dolgok. Jó, ez az új promó, jó lenne, ha lenne. Bundás kenyér, az jó, jó egy kis, jó kis bundás kenyér, az mindig jó. És füvet vágtál a mai napba. Ebbe a jó melegbe. Biztos, hogy jó lehet. Biztos, hogy jó lehet. Koulibaly. Cset, mit nyitott a mai nap? Oké. Oké. Simon. Te is füvet nyírtál. Mindenki füvet nyírt. Mindenki füvet nyír. Tegnap beadta a sakát. Ha? Nekem meg az Oblakot, meg az Zalewskit 5-szer. Pici Madison. Hát eddig lehet, hogy a Rajminak is. Még jó, hogy nem mondtam ki, de mondjuk a Messivel most ugye olyan sok minden nem érsz. De jó fodder. De azt akartam pont mondani, hogy lehet, hogy Rajminek is a luck-ja tegnap elment. Mikor a Messi kijön. Ramos, Di Maria. Meg látom amúgy Discordon is, hogy egy páran játszottak a UFL-lel. Ödegárd. Viszlát. És amúgy... küldök be UFL-es csapatokat is, meg ilyeneket Discordra. Nem úgy jó látni. Egy pár ember játszik vele, meg Fandai, nice. Ez a mai nap harmadik Fandai-ja, és az egyik Team of the Season piros volt. Nacho. Vláčí dimidis. Hát új lapot nem igazán látunk. Mert igazából most a Rajminál is azt tudom mondani, amit én 2 napja nyitok. A gold walkoutokat meg az ilyeneket. Azok jönnek. Azok jönnek. De... specialök annyira nem. Gerard Moreno. Murray. Az is duplikét. Pavard. Hát nem igazán. Nem igazán. Kramarić. Az is duplikét lesz, ja? Mkhitaryan, ezt talán nem duplikálta, Pavard valószínűleg az lett volna. Meg mennyi Kramarić van? De Kramarić számláló kell lassan. Meg mit tudom én? Haló? Tiago Silva, azt is kinyitottam már én, mindenből nekem is Tiago Silva jön folyamatosan. Kim Little, meg Oberdorf. Messi mellett akkor másik oldalon is valami. Hát nem. Hát nagyon nem. Paula Fernández. Aki interszámláló is kell lassan. Rolfó, nem rossz, de megint még mindig csak gold walkoutoknál vagyunk. Az mi volt az a hang? Volt valami hang. Jézusom, mi ez a hang? Ezt ti is halljátok ezt a hangot, vagy ezt csak én hallottam? Bruno Guimarães. Hopp, két walkout egymás, vagy három walkout egymás mellett. Á, de nem jó. Pavard megint. Megint a Pavard. Most nyitottál egy Adamset. Az jó az alap. Ma néztem valakit, aki right backbe használta. Jó az alap. Hát nem jött. Special lap. Miért kell? Miért kell? Mi ide zárjuk. Hát... nem tudom. Annyira jónak jó volt, úgy fogjuk rá. De nem jött special. Az a baj. Nem jött special. Köszi szépen, megnézhetünk. Elment a lák tegnap mindenféleképpen. Rivaldo 85x5-ből. Már meg se szólalok. Már meg se szólalok, srácok. Már inkább nem így mondok semmit. Még csinálok egy pár player picket az enyémen is, azt ott rohadjon meg ez a játék, ahova. Majd hónap este is jövök egy rövid pack nyitogatásra, meg ilyenek. Jó, oké, értettük, hogy mindenki nyit mindenkit, értettük. Schmeichel Álvarez, értettük. Na, utána valaki beírta a chatre, hogy Schmeichel Álvarez, utána meg egyből utána, hogy nem lehet nyitni special lapokat, mert a nagy packekből nem jön semmi, akkor az most hogy van? Hogy van ez most? Hogy van ez? Hogy van ez most akkor? Nekem, figyeljetek, most figyelj, nekem 2 nap alatt, mióta bent van a Path to Glory promo, a legjobb nyitásom a Team of the Week player pickből érkezett. Na, mit szólsz ez? Team of the Week player pickből jött a legjobb nyitás, mióta új promo bent van. Várjál, van izé? Majdnem elfelejtettük a... Még nem is Kobel amúgy. Még nem is Kobel. De majdnem elfelejtettem a 10 meg a 30 kolynos packjeinket. És ez minden nap frissül, ez egy tök jó dolog. Főleg ez a 30 kolynos pack. De hát nem jön belőle semmi, úgyhogy tök mindegy. Igazából lényegtelen. Mert nem jön belőle úgyse semmi. Úgyhogy de ne felejtsétek el minden nap kinyitni a 10 meg a 30 coin-os packjeiket. Az trade-able volt? Ja nem, csak már halucinálni. Exchange-ből jött egy Zalewski. Akkor lehet, hogy én taszítom a special lapokat. Bár még nem, mert Zalewski-t azt vonzom. Én így a Zalewski vonzó ember vagyunk. Nem tudom, kik voltak a duplikétek, úgyhogy én belerakok mindenkit, bár mondjuk lehet, hogy egyesével kéne erreket belerakni, de mindegy. Zalewskivel mi szeretjük egymást. Bruno Fernandes. Azt hittem, hogy a vizét vettem ki. Azt hittem, hogy a izét vettem ki, a szélsőt. Gomez jobb lehet, mint a Kundé? Igen. Már csak a magassága miatt is. Ez jó hamar rávágtam amúgy, igen. De a magassága miatt. Én nem is szeretem a alacsony védőket. De... ja. Valószínűleg, hogy jobb lehet, igen. Főleg úgy, hogy... ja, nem tudom belerakni még most a Brunót, mert ugye nem küldtem vissza a duplikétet. A duplikétet el vissza kéne küldeni. És utána kéne megcsinálni a... megcsinálni még egyet. Ugyebár. Exchange... semmi. 10 player pickből suker ha-ho. Lehet jobb lenne, hogy befejezném a streamet, azt vissza se jönnék soha. Srácok, ez volt a mai utolsó streaming. Nem lesz soha többé. Ez volt az utolsó. Vége. Vége, srácok. Holnap meg tudjátok mi lesz amúgy? Holnap mi nekünk nem izénk lesz. Most bejelentem, hogy vége a streameknek és nem lesz soha többé stream. Mi holnap nem üdítőkkel meg ilyen italokkal jövünk, hanem holnap nyitjuk a hamburgerezőnket, srácok. Mert múltkor csináltunk hamburgert, amit egyszer mutattam nektek, meg ma is csináltunk amúgy, megint, és amúgy nagyon jó. Amúgy nagyon jó. Úgyhogy a mai streaming az utolsó, srácok, nagyon jó volt itt lenni 3 évig. Köszi minden nektek. És amúgy ne felejtsétek el, hogy amúgy nem megyek sehova, hanem nyitjuk a hamburgerezőnket. Szavazni megyek. Nem. Só, meg izé, Varán. Berakjuk izébe, mit tudom én. Exchange-be. De már amúgy vagy már erről az izéről van szó, ezekről a szavazásokról, meg ilyenekről. tudom, hogy ez nem ilyen részen be kéne érdekelni ennek az egésznek, de annyira jó, hogy lesz, és vége lesz. Mert YouTube-on meg mindenhol a reklámok csak arról szólnak. Már kívülről fújom az összes reklámot, ami van, hogy izére. Ezekkel kapcsolatban, mert minden videó elején, meg közepén, meg mindig csak erről szól az egész. Úgyhogy... ja. A kívülről tudom az összes reklámnak a szövegét. Az lehet, hogy walkout lesz. Ja. Lucy Bronze, várjál, az már lehet, hogy duplikét. Az duplikét? Ja. Akkor az még egy exchange. Lucy Bronze. Hát ő nem is bronz, hanem izé gold, ha. Srácok. Bocs. Jó, már agyamra ment már ez a másfél óra IFC-s. Agyamra ment. Már mondjuk nem másfél óra IFC, mert előtte játszottam Rivals-t is, meg Kapot is, ami borzalmas volt. De még jó, így nem is streameltünk. Még jó, hogy nem streameltem amúgy, mert agyamra ment az egész. McGregor, Fatih Harder, la. Amúgy egyre jobban várom az EB-t amúgy, srácok. Nem tudom, hogy ki hogy van vele. De mondjuk egy picit lehet, hogy félek is tőle. Az EB-től, hogy mi lesz. De amúgy egyre jobban várom. De tudtam, hogy ez lesz amúgy, mert mondjuk így egy héttel ezelőtt, vagy másfél héttel ezelőtt úgy gondoltam rá, mint hogyha nem is lenne egyáltalán. Most meg már egyre jobban. Egyre jobban várom most már. Hát nem jön semmi, srácok, úgyhogy... lehet, hogy lassan befejezzük ezt a mai streamet. Tudnám megcsinálni sok player picket, meg ilyeneket, de... hát lehet, hogy lassan amúgy ilyen SBC bandokat is fogunk majd kapni. Megint csak. Az meg nem lenne olyan jó. Úgyhogy most itt befejezzük a streamet. Bezárom ezt a játékot. És... hát majd a Forma 1-et megnézem. Így előtte meg utána meg nem tudom, hogy mit csinálok, mondjuk. Bár mondjuk a izét meg kéne nézni jobban. Mert belepörgettem, meg így átnézegettem a tegnapi VR-os... elkezdődtek ezek a játék bemutató dolgok. Tegnap volt az a Summer Game Fest, vagy mi volt. Úgyhogy azt végig kéne nézni. Mert azért érdekelnek ilyen új játékok. Még akkor is, hogyha inkább mostanában valószínűleg, hogy olyasmi játékokkal fogunk játszani az IFC-n kívül, ami már alapból megvan, vagy régebbi játékokkal, amik olcsóbbak. De azért én is nem csak streamelek, meg nem csak YouTube-ra csinálok videókat, én is szeretek másokat nézni. Úgyhogy azért is érdekes amúgy, mert ugye Janinek a hülyeségeit is szeretem nézni. Az ilyen esti, ilyen gagyibb horror játékokat, meg ilyeneket, meg igazából mindent. Úgyhogy én is fogyasztó is vagyok, nem csak gyártó. Én is fogyasztom a tartalmakat. Még van egy izénk, nem? Egy Bruno Fernandezünk, vagy már az nincs. Ez az utolsó, srácok, ez az utolsó exchange-ünk a mai napra. Meg player pick-eket tudnánk sokat csinálni, de mára szerintem elég jól. Nem is jön semmi. Nem is jön semmi, de van 8 darab rare, 7 darab rare duplicating. 7 darab rare duplicate. Fantasztikus. Jamie Vardy. Jamie. Jó, ő is kell. A rereket kell belerakni csak, ugye? Meg a Vardy. Még egy rare. Ő. Annyira nem biztos, hogy ő volt. Majd mindjárt kiderül. De ő volt, jó. Utolsó player pick. Nem utolsó. Mondjuk az tradable trend. De azért belerakjuk még egy ilyenbe. Megint az lesz, srácok, hogy most itt fogunk szenvedni, szerencsétlenkedni a duplikétekkel, meg ilyenekkel. Tegnap is így fejeztük be a streamet amúgy, hogy nem tudtuk, nem engedte a játékot befejezzünk. Nem engedi a játék, hogy befejezzük a streamet, a duplikétek miatt. Mert ebből a 11 player packből is jönni fog duplicate, és ezekből is exchange-et kell, nem exchange-et, player picket kell csinálnunk. Ja. Yeah. nem tudjuk befejezni a mai streamet, srácok. A Loren Hempet is bele kell raknunk exchange-be. Meg ebből is van duplicating. Nagyon jó. Majd csak vége lesz. Egyszer. Hogy tud jönni a butát? De... Srácok. Nem lesz vége a streamnek soha. Sose lesz vége. Végtelen exchange, végtelen player pick, végtelen stream, srácok. Csak egy nem duplicate specialt adna, és már örülnék is, ha jönne egy nem duplicate special-a. Mondjuk egy Szalai Attilával zárni a 3-0-ás győzelem után, az lenne a legtökéletesebb. Nem, dehogyis, adjad a duplikét Modricsokat. Nyugodtan. Miért is ne? Jó, ma nem fogok forgatni, srácok. Nem fogok forgatni, majd holnap. Bernardo, szia van. Nice. Jó, srácok, köszi szépen mindenkinek, aki itt volt a mai streamben. Igaz, egy kicsit rövidebb stream volt, de hát a mai meg lehet, hogy a holnapi is ilyen lesz, aztán majd hétfőn lehet, hogy visszamegyünk egy-két nem IFC-s játékokra is, mert amúgy már mondjuk a VL-t is le kéne játszanom, még Rivals is kéne játszani, Kapot is kéne játszani, sok mindent kéne játszani. Úgyhogy van bőven mit csinálnunk. De viszont kéne más játékkal is játszani. Rédelni valószínűleg, hogy mai nap nem fogunk, mert annyira sok mindenkit nem látok, akit lehetne. De Holnap találkozunk. Meg mindenkinek jó szurkolásra, formájthez, meg ilyenekhez. Úgyhogy köszi szépen mindenkinek, srácok, akik itt volt a mai streamben, YouTube-ra iratkozzatok fel, ha nem lennétek még feliratkozva, és találkozunk holnap.